Szabó Tímea vezeti föl, Remek Sárival egy 19 éves kancával a csikós legényeket, akik nem mások, mint ifjú Kis Lajos Vándor nevű 6 éves herélkével, Kis Lajos Vezér nevű 8 éves herélkével, Szabó Zsolt Rizikó 10 éves herél, Varga Tibor Zoé 7 éves kanca, Cibi Mápé Panni 12 esztendős kanca, Szamosvári Henrik Bondi nevű 10 éves herél, Szűcs Gábor Cudar 5 éves herélk lovával. Ére fogadják nagy szeretettel a bemutatójukat. Közönségünk lekerült a reggelről a cifra szűr, most egy kicsit lazább öltözékben láthatjuk, és köszöntik a kedves közönséget. Három szervesztendőt lépek vissza a száguldó időben. A nagy mindenségben talán egy perc, de életünkben három évszázad. Nagy idő. És ezt a három évszázadot minden ősöm úgy élt el a pusztán, mint Csikó. 4 éves koromban kivitt apám a méneshez. Tisztán áll előttem a kép, látom a száraz trágya tüzek körül ülő szalonnát pirító bojtárokat. Kell-e zsíros kenyér? Kell, hát mondom. És a kenyér majszolása közben ragyogó, vágyakozó szemem a lovakra tévedt. Tán felülnél? Nagyot dobbant a szívem. Úgy látszik, az ősök vére már akkor megszólalt bennem. Már akkor benne lüktetett a ló iránti szeretet. Ezt szívtam a levegővel, a végtelen puszták levegőjével magamba. Ezzel születtem. De nem szóltam. Kinyújtottam a kezem, és vágyakozó pillantásom megadta a kérdésre a választ. Felültettek egy lóra. A bojtár felült a másikra, és így vitt körül a ménesen.
Thank you.